És hát ugye Rudisa olyan határokat döntöget, amihez egyszerűen muszáj olyan 800-ast szerződtetni, aki azért tud 1.43-1.44 környékén. Az más kérdés, hogy már nem biztos, hogy tud Brámszom ennyit, de neki nem is kell végigfutni a 800-at, neki 400-ig, 500-ig, esetenként 600-ig kell menni. Hát meglátjuk majd. Ugye itt azért nem érdemes arról beszélni, hogy mit terveznek, mert Brunson és Dahid Rudisa a melegítés kezdetekor, ami olyan jó 1-1.5 óra, tehát akkor rakja össze azt, hogy milyen iramot fognak majd futni, és milyen iramot kell majd Brunsonnak diktálni. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez a 800 méter, ez milyen lesz majd, ez a 400 méter milyen lesz majd, és onnantól kezdve lehet azt látni, jelenteni, hogy mit akar futni Dahid Rudisa. Azért van egy olyan 15-20 méter most Brámszom és Rudisa, illetve a mezőny között, 51 másodperces kör, 50,90 egészen pontosan, és hát erre azért lehet rá futni. Nem lett volna rossz, hogyha ez 50-en belül van, de Rudisa nagyon-nagyon gyors a végén, és ez egészen elképesztő 300-at tud ő futni. Szom szépen kiáll, és most már Rudisa az élen. Azért az nagy kérdés lesz majd, hogy mondjuk Kiplangát, Kipköcs, vagy éppen Kitum milyen futásra lesz képes. 200-al a vége előtt nem nagyon csökken a különbség, kettőre szűkül szépen a verseny, és nagyon jó formában van ám Dahid Rudisa, mert most már neki indul, igaz, hogy nagyon gyötrik ám ott a végén, de szerintem őt nem lehet majd, mert jön Sobinski is ott mögötte, de Dahid Rudisa meg fogja nyerni ezt a 800 métert, nem is akármilyen különbséggel, 1.42, 1.43, 37. Nagyon jó eredmény. A világ idei legjobb eredményt szinte századra pontosan beállítja, és majd meglátjuk, hogy ez marad is-e. Mert 1.43.37-et idén már Nairobiban Kiplangat Kipköcs futott. 1.43.35 a világ idei legjobbja. Egy bizony. Versenycsúcs is egyben, idei legjobbja, és hát hogy záruljon egy ilyen egynapos viadal, ha nem versenycsúccsal? Halomra dőltek egyébként ezek az eredmények. 1.43.37, óriási eredmény. Kitlit lett a második 1.44.16-tal, Kiplangat 1.44.90, az amerikai Sobinski idei legjobbját futja 1.45.44-jel. Nagyon szépen felépített és nagyon jó megtervezett verseny volt. Jeffrey Risley pedig 1.45.85-tel bejön az ötödik helyre. Gyorsan megvárjuk még majd a többi eredményt, és mert azért